Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged! Ezúttal nem rólad és a lelki társadról van szó, hanem egy másik nőről. Te láttad őket valahol, és félsz attól, hogy kettőjük között van valami, és szeretnéd tudni, hogy mi a kapcsolat, vagy meddig lesz ez a nő hatással rá. És ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. A te lelki társadnak a jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Van itt egy húzavona, vagy egy belső feszültség. Tegyem, vagy ne tegyem, ez jó, vagy rossz. Itt nehéz döntéseket hozni. Az ötös számnak is van egy jelentése, mégpedig az, ha ő lezárt valamit, keres egy kiutat, vagy jelentheti ez az ötös szám azt is, hogy mások befolyásolják őt. Az ő gondolatait itt ez az ördög mutatja. Hamis gondolatok, de azt is jelentheti, hogy ő nem bízik ebben a nőben, mert ő óvatos. Arra gondol, hogy ez a hölgy hazudik, vagy becsapja őt, tehát nincsenek jó gondolatai vele kapcsolatban. És milyenek az érzelmei, azt mutatja itt ez a kép. Itt a tűz eleme jelenti az ő bátorságát. Itt van egy új kezdet, vagy lelkesedés, de én nem gondolom azt, hogy kettőjük között egy szerelmi kapcsolat van, ami őt esetleg lelkesíti, hanem itt anyagi dolgokról, üzleti kapcsolatról van szó, és ő elvárja ezeket a sikereket, és szeretne itt a középpontban lenni. Hogy közeledik ehhez a hölgyhöz? Vagy mit mondana róla, azt itt ez a kártya mutatja, mégpedig azt, hogy ő előre viszi a dolgokat, ő segít ennek a hölgynek, vagy ez a hölgy segít neki, és itt anyagi dolgokról van szó. De jelen pillanatban ő várakoztatja ezt a hölgyet, itt most megáll minden, és a kezébe veszi a dolgokat, az értékeket is, és elgondolkozik azon, hogy mi értékes számára, vagy ki értékes számára. Mi a szív üzenet, ha egyáltalán van itt egy szerelmi dolog, vagy érzelmek. A szív üzenete, vagy a lelki üzenet, itt ez a kártya, ami megadja rá a választ. Itt anyagi dolgokról van szó, egy üzleti kapcsolatról és munkáról. De ez nem fog jól kialakulni, mert a 8-as szám arra utal, hogy van itt egy ilyen húzavona, ugyanúgy, mint ahogy itt látható is. Tehát nem fognak simán menni a dolgok, és időre van szükség, hogy itt kialakuljon valami. De ez üzleti dolgokra utal, vagy egy munkahelyi témára. És mi az, ami hiányzik ebben a kapcsolatban, vagy amit a te lelki társad hiányol, azt mutatja itt ez a kép. A 8-as szám ugyanúgy, mint itt. Erre a húzavonára utal, tegyem vagy ne tegyem, igen vagy nem, nincs meg köztük a harmónia.
Tehát nem tudnak egymással megegyezni. És mi a probléma? A te lelki társad az a pénzügyi dolgokról és a munkahelyről, vagy egy üzleti kapcsolatról beszél, de itt ennél a hölgynél láthatóak itt a kelyhek, az azt jelenti, hogy ez a hölgy beleszeretett, vannak érzelmei, és mások az elvárásai, mint amit ő nyújtani tud. És itt egy búcsúzásról lesz szó. Akkor is, ha üzleti kapcsolat van, vagy pénzügyi ügyek, vagy ez a hölgy búcsúzik el tőle, vagy ő zárja le a kapcsolatot, ami itt a képen látható is. A háttérben ez a szürke felhő az mutatja a félelmeket, az lehet az anyagiakat illetően, és a te lelki társad bízik abban, hogy itt lesz egy kapcsolat, egy kereskedelmi kapcsolat, vagy egy munkahelyi szerződés, vagy valamit rendeznek, ami az anyagiakat illeti, mert a lelki társad fél attól, hogy elveszíti ezt az anyagi biztonságot. Az lehet, hogy ez a hölgy valamit ígért neki, de nem fogja megtartani a szavát, és ezt mutatja itt ez az ördög is, tehát ez a hölgy becsapja őt, nem fogja azt nyújtani, amit megígért, mert ennek a hölgynek vannak elvárásai, és mi az eredmény, vagy hova vezet ez? A te lelki társad ezzel a karddal átteszi magát a félelmén, és lezárja ezt a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy ez eltarthat pár hétig, amíg ez így lesz, de biztos lehetsz abban, hogy a következő egy-két hónapon belül kettőjük között nem lesz semmiféle kapcsolat, szerelmi kapcsolat, most sincs, nincs köztük semmi, de ezt az üzleti kapcsolatot is le fogja vele zárni. Most megkérdezném az ingát. Befejeződik ez a kapcsolat kettőjük között? Igen, nem, vagy még eltart egy ideig? Ha az inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, hogy itt a közeljövőben befejeződik mindenféle kapcsolat. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, hogy ez marad, ez a kapcsolat kettőjük között. Amennyiben az inga megáll, akkor az azt jelenti, légy kicsit türelmes, de minden oda vezet, hogy előbb vagy később befejeződik köztük mindenféle kapcsolat. Egy kicsit még eltart, tehát, ahogy mondtam, egy-két hónapon belül le fogja ő zárni ezt a kapcsolatot ezzel a hölgyel a háttérben. Kedves Mirjen, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!